Na sziasztok! Ezennel ismét a KV1-esről hoztam egy replay-t, ami ugye a 6-os szintű orosz nehéz tank. Ebben a csatában a Murovanka nevű pályán vagyunk. Szakasztársam Ricsi Dicsi és Técsupa 1976, akik ismételt hozzám hasonlóan KV1-est hoztak. A matchmakingről még annyit, hogy érdekes dolog, ugye, hogyha nálunk 3 KV1-es van, az ellenséges csapatban pedig csak egy, az már magában egy valamilyen fajta előnyt jelenthet. Azonban, hogyha jobban megnézitek, akkor azt is láthatjuk, hogy nálunk 3 hatos szintű tank, pontosabban 3 tankkal több hatos szintű tank van, mint náluk. Nálunk ugye van 3 darab, pontosabban 2 darab VK 3601 és 1 darab 3001, náluk pedig ezt egy KV1-es szakasz váltja fel. Igaz, ezt, hogyha ezek összetartanak, ez a 3 tank, akkor ők is kitolhatnak velünk. Szóval bejöttünk az erdőbe, ugye legtöbben ezen a pályán ezt szokták csinálni, legalábbis a nehéz tankokkal. Nehéz tankkal előre nyomulnak, a páncélvadászok pedig hátulról fedezik őket, mint ebben az esetben is. Biztosan emlékeztek arra, amikor mondtam, hogy a kritikus együttműködés nevű jelvét nem olyan egyszerű megszerezni. Hát nem is az, azonban csata végére megint csak sikerült ezt összehozni, de ezt mindjárt láthatjátok is. Szóval nekem megvan az első killem, egy PZ4, igaz, nagyon kis HP-ról szedtem ki. Minden esetre ez is egy kill, nekem megvan az első. Ott egy KV1, 415 HP. Ugye mondtam, hogy nem kifejezetten sniperködésre van a tank, de hogyha így állunk, kiszedtem a KV1-et 415 HP-ról, ám ugye nem kicsi, nem kevés. Szóval, hogyha a sniperködésre kerül a sor, akkor sem kell megijedni, legtöbbször célba találok, amit láttátok, hogy most is így történt. 2-3-ra vezet az ellenséges csapat. Ez a legtöbbször nem jelent jót, hogy csak ennyit lőtt ki a csapat, azonban mivel most kritikus együttműködésről van szó, ezért ez jót jelent, hogy szabadok a killek számunkra, tehát még van esély erre. Most már 4 kill van, 5 kill van a csapatnak, ebből 4 a miénk. Nekem megvan a 3, most már csak Ricsinek és Csabának kell összeszedni még 3-3-at a testvériséghez. Pontosabban 2-2-t, illetve még 7 tankra vagyunk a kritikus együttműködéstől. Elég érdekes volt most ez a taktika, az ellenséges csapat taktikája. Ugye az erdő végén itt általában nagyon sok tank várja az erdőből kiérkezőket, azonban ez nem így történt. Nem ütköztünk ellenállásba, az oldalunkban volt pár tank, de ezeket könnyedén ki tudtuk szedni. KV1-es leláncolva, KV1 pontosabban, és 13 HP-t benne hagytam, ami most ugye nem is olyan nagy baj. Ekkor még nem gondoltunk arra, hogy kritikus együttműködés is lehet, a testvériséget szerettük volna megszerezni. Ott volt a Jagd PZ, mindjárt kiderül, hogy eltaláltuk-e, és amit most láthatjuk, inkább sniperködésre használom most a tankot, és nagy sikerrel minden lövés betalál általában. KV1-es, 500 HP, oldalát mindjárt így van, megvan a 4. killem, eddig 7 killünk van. Így van, tehát most dől el, hogy pontosan van nem. Tehát 8 killünk van és 5 ellenséges tank maradt. Itt a Jagd PZ-t már lőhetném, de úgy gondoltuk, hogy adjuk meg Csabának a killeket. Lőttem, mert meglőtt valami, de amit mondtam, az semmi gond, most Csabának szeretnék megadni a killeket, hogy meglegyen a testvériség. Itt vagyunk a bázison, mostanában ami ilyenkor szokott történni, mindenki, ha 15 tank megy a bázisra és egy tankja maradt az ellenség, és akkor is elkezdünk foglalni. Ez most nem így történik, mi érkezünk a bázisra, azonban nem is gondolunk arra, hogy foglalni kéne. Csaba indul a killekért, én pedig elkezdem őt támogatni, bár mind a kettő tank olyan, amit egy lövésből ki tudunk szedni, szóval nem lövök rá egyikre sem. 85-öt esetleg tudnám sebezni. Őt még nem szedném ki egy lövésből. De lepattanok. 293-at sebzett Csaba vagy Ricsi, nem tudom pontosan. Ez az ágyú legkisebb sebzése egyébként, nem tudom, mondtam-e a korábbi videókban. És hogyha ma szerencsénk van, akkor az a VK leütközi Csabát, amivel megvan a testvériség. Így is van, megvan a testvériségünk, és 10 killünk van, ellenséges csapatnak 2 tankja maradt, ami azt jelzi számunkra, hogy ezt a 2 tankot ki kell szednünk a kritikus együttműködéshez. Kigyújtva, és úgy is kilőtte a T-385-öt, ezzel 4-4 killünk van, és egy KV-1 maradt a ellenséges csapatnak, amit mondtam a csata elején, az a kb. Egy szakasz, hogyha jól összedolgozik, vagy jó játékosok, akkor hatosok ellen is csodákra képesek. Nem is csodákra, nagyon jó tank ugye a KV1. Hatos szintű csatában is megállja a helyét. Amint látjuk, 2 killje van. Nekem 215 HP-m, és hogyha nem trollgannal és aranylőszerrel dolgozik, akkor gyakorlatilag nem tud kilőni egy lövésből. De azért vigyáznom kell. Bár nem nagyon figyeltünk most arra, hogy mennyi HP-nk van. Mindenki futott rögtön oda. Na lássuk, meg lesz a kritikus együttműködés. Célzunk, 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 még nagy célkereszt, de nincs több idő. És megvan, terébe kaptam. Ez most nem hagyott cserben az ágyú, amit láthattuk, nem tudom, figyeltétek-e, hogy a célkereszt közepébe. Tehát pont ahova céloztam, KV1 közepébe találtam az ágyúval, és ez azért távol volt tőlem. Ez a KV1, de mégiscsak. Pontos ez az ágyú, azt mondhatom a csata után. Szóval meg lett a kritikus együttműködés, ugye kiszedtünk 12 tankot, és hogyha ez még nem lenne elég, akkor a testvériséget is megkaptuk, pontosan ezt fordítva kellett volna mondanom. Lényeg az, hogy amit az összefogásra lehet kapni medálokat, együttműködése, azokat most megkaptuk ezen a csata során. Ennyi lettem volna mára, sziasztok!